Ácsika vagyok, ő pedig itt Ambrus Virág, és ketten csináltuk ezt a makettet a csendes óceáni szemétszigetről. Sok mindent felhasználtunk hozzá, például ezek a kis növények, ezek 3D-s tollal vannak megcsinálva, de leginkább ragasztópisztolyt használtunk, például itt. És ami volt szinte a szemét, azt mind ráraktuk. Meg eléggé sokat ettünk, mivel egy csomó olyan csomagolás van, amit először megettünk, és utána raktunk rá. És azért azt is akartuk ezzel ábrázolni, hogy ilyen nagyok ezek a szemetek, hogy egy kicsi szemét is nagyon sokat számíthat azon a szemétszigeten, mert hogy minden ember, hogyha még egy-egy szemetet odadob, és azt hiszi, hogy ez már csak úgy is egy, ez a nagyon-nagyon sok szemét, ez millióval maradhat. Fontos még tudni a szigetről, hogy a tudósok megállapították, hogy 2050-re akár több szemét is lehet, mint hal. Szóval nagyon fontos, hogy spóroljunk az étellel. Hát igen, és hát már Angliában azon törik a fejüket, és tudósok dolgoznak azon, hogy a nem lebomló plasztik szemét mennyisége csökkenjen, hiszen a tengeren úszó szemétsziget aggasztó méretekettől. Minek a keretében készült ez a makett? A fenntarthatósági témakét. Hát lányok, ahogy a tanárnő hozta nekem megmutatni, hogy nézd, mit csináltak, hát én is eltátottam a számat, és úgy gondoltam, hogy tényleg érdemes megmutatni.